Szép jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit itt a Iskolnasi Könyvtárban. És a Dharma beszéd bevezetőjeként szeretnék egy olyan témát megemlíteni, amely szerintem most minden iskolnasinak eléggé fontos. És ez pedig a karma törvénye, az ok és okozat működése egyéni, családi és csoport szinten. Kezdjük azzal, amivel nem szoktuk kezdeni, a társadalommal. Tehát egy társadalomnak a működését mi határozza meg. És elsősorban itt a jogi és gazdasági rendről szeretnék beszélni, azokról a szabályzókról, amelyek elmondják, hogy egy adott társadalomban mi a helyes és mi a helytelen. Említek egy egyszerű gazdasági szabályzót. Magyarországon ma ugyan több kulcsos áfa van, de a legtöbb termékre 27%-os áfát fizetünk. Úgyhogy a törvények kimondják, hogy itt ez a helyes. Van más áfakulcs is, de nagyrészt ezt tesszük. Más országokban 19%, van ahol csak 10, és egyes termékekre más országokban még a 27-nél is több. Ezeket hívjuk relatív törvénykezésnek. Azért relatív, mert mi magunk döntjük el, hogy egy adott termékcsoportra mennyi áfát fizessünk. Ugyan képviselőink útján, de mégis mi tesszük ezt. A másik az a jogrend, amely áll jogfilozófiából, jogalkotásból, jogértelmezésből és jogalkalmazásból. Ez a jogrend az, amely megmondja, hogy ha valaki cserbenhagyásosan gázolt, akkor mennyi évet kap. Azt is megmondja, hogy ha ingatlant akarsz eladni és venni, akkor mennyi az illeték, mik a szabályok, és a többi, és a többi. Tehát ezek azok a szabályok, amelyeket mi magunk hozunk, képviselőink, szervezeteink útján, és ez szerint élünk, mint család, társadalom, és mint egyén. Vannak azonban olyan törvények, és itt a karma törvényére szeretnék ráutalni, amely azt mondja, hogy ha esik az eső, akkor nedves lesz a föld, és minden, ami a föld szintjén van. Hogyha fúj a szél, akkor ez megmozdít tárgyakat. A folyó lefelé folyik, és eléri a tengert. Ezek olyan törvények, amelyek nem a mi döntéseinktől függenek. És az emberiség általában ott téved, hogy összecseréli azt az okozatiságot, ahol én tehetnék valamit, és azt mondom, hogy már pedig ez így van, ennek így kell lennie, holott megváltoztathatnám azt a törvényt, azt a működést, azt a jogrendet, azt a gazdasági rendet. Vagy pedig meg akarom változtatni a természetnek, az univerzumnak és a világnak a működését, már pedig arra elég kevés az esélyem, hogy azt mondjam a gravitációnak, hogy csak most, amíg a rakétát indítom, legyen szíves 50%-kal kevesebbnek lenni, és megpróbálok egy berendezést építeni rá. Ez nem fog menni. Úgyhogy melyek azok a törvények, amelyeket mi magunk tudunk hozni, választani, és ha akarjuk betartani, még inkább betartatni, és melyek azok, amelyek változtathatatlanok, amelyekkel csak együtt lehet élni, amelyeket csak el lehet fogadni. És nézd meg a lelkednek a működését. A zen tanítása szerint a lélek bármely alkotó része, ha ránézel, mulandó, feltételekhez kötött, ez minden gondolatodra, érzelmedre, megszólalásodra, cselekedetedre igaz. Ezek mulandóak. Ezek bizonyos feltételek között keletkeztek. Feltételekhez kötöttem múlnak is el. És nem tökéletlenek, nem tökéletesek, hanem pontosan olyanok, amilyenek. Az igazi kérdés az, hogy mi az, amivel én úgy azonosulok saját magamban, hogy ez abszolút igaz, mint ahogy a nap süt, és akkor a sugarai elérik a földet, vagy hogy fúj a szél, megmozdul a zászló. Van-e valami, amit magamra így értek, hogy én annyira azonos vagyok ezzel a gondolattal, érzelemmel, a múltnak egy adott képével, a jövőnek egy adott képével, hogy nem tudok rajta változtatni. Vagy talán nem akarok rajta változtatni, mert nem hiszem, hogy lehet. És az ennek az a tanítása, hogyha te magadban nézel és belül elmélyedsz, akkor megtalálod azt a kulcsot, azt a felületet, azt a módszert, amivel változtathatsz magadon. Mint egyén, mint család, mint társadalom. Tehát ez az egyéni karmára,
a családi karmára, a csoportos és így társadalmi karmára egyaránt igaz. Magyarul, kinek hisszük mi magunkat ezeken a szinteken? És hogyan működünk, mint egyén, család és társadalom? Milyen axiómákban, változtathatatlan identitásban hiszünk? Mik vagyunk mi? És hogyan viszonyulunk más entitásokhoz, más társadalmakhoz, más kultúrákhoz? És ha megnézed, ezen döntések következtében alakul ki az élet. Ilyen döntések szegélyezik az életutunkat. Milyen viszonyban vagyok a gyerekeimmel, a társammal, a barátaimmal, az ellenségeimmel, a nálam följebb valókkal. Hát ezek a viszonyok, ezek mind saját döntés által alakulnak ki. Ezek nem olyanok, mint a gravitáció törvénye, hogy a nagyobb tömeg mindig vonza a kisebbet. Tehát nézzük meg, hogy ezen törvényszerűségek közepette mi hogyan élünk. Mi az, amiről úgy hisszük, hogy ez már le van osztva. Ez az én sorsom. Determinálva vagyok. Nekem ennek kell lennem. Nekem így kell gondolkodnom. Így kell éreznem. Így kell beszélnem. Így kell cselekednem, mert ez meg van határozva, törvénybe van iktatva, és nem lehetek más. Vagy a változásom csak nagyon szűk keretek között lehetséges. És mikor történik meg az, hogy ezek a falak lehullanak, ezek az akadályok elhárulnak, és azt mondom, hogy bárki lehetek, bármilyen változást eszközölhetek, ha az ok és okozat síkján helyesen mozgok, akkor eljuthatok az aktuális, jelenlegi állapotból egy vágyott, kitűzött állapotba, akivé szeretnék lenni, amivé szeretnék lenni. Ez az utóbbi magatartás a szellemi kreatív, szellemi felelősségvállaló és szellemileg szabad magatartás. Ha ezt a szellemi szabadságot nem érjük el, nem műveljük, akkor bele vagyunk hegesztve abba az identitásba, abba a képbe, amit a külvilág ránk ad, amit a családunk belénk kondicionál, és akármennyire is menekülünk előle, vagy harcolunk vele, pusztán a menekülés és a harc nem fogja ezt az identitást megváltoztatni, hanem csak újabb rétegeket rak rá a pozitív és negatív élmények következtében. Tehát mi kell ahhoz, hogy a helyes irányba menjünk? Mi kell ahhoz, hogy azt az utat járjuk, amelyben hiszünk? Mi kell ahhoz, hogy olyan emberek vegyenek körül, akikben bízunk, és ők is megbízzanak bennünk? Ehhez kell egy olyan belső látás, amely által mi tisztán látjuk, hogy kik vagyunk, milyen személyiséggel bírunk, milyen úton járunk, és hogy valójában mit akarunk ettől az élettől. Ezt a befelé forduló energiát, a látásnak ezt a belső kényszerét, önmagunkra mért imperatívuszát, ezt hívták 2500 évvel ezelőtt gyánának, elmélyedésnek, egyéválásnak, letisztulásnak. Ez aztán átment Kínába, és lett belőle Channa, aztán Chan, Koreában Son, Kínában maradt Chan, Japánban pedig Zen. Ez a gyakorlat az, amellyel megismered önmagadat, megismered azt, hogy igazából az identitásod az relatív, nem pusztán a külvilág határozza meg, de a külvilággal együttműködve alakított ki azt, hogy te ki vagy, és hogyan nyilvánulsz meg. És innentől kezdve, hogy ezt a fajta relativitást megtapasztaltad, azt is megtapasztalod, hogy a személyiséged az egy saját magad által teremtett relatív azonosság, relatív identitás. Bármelyik elemét megváltoztathatod, bármilyen irányba elindulhatsz, és bárki lehet, csak kellő energiát kell fektetni bele. Igazából az identitásunk, mint személy, mint család, mint társadalom, az egy felesleges luxusnak tűnhet sokszor, de valójában nem az. Az identitás azért fontos, mert az összes hitedet tartalmazza. Az összes aspirációdat, akaratodat, averziódat, mindent tartalmaz. Ki az, akinek te hiszed magad? Mi az, amit megengedsz magadnak? Mi az, amit tiltasz magadnak? Hol vannak a határaid és a korlátaid? A korlátainkat, azokat szeretjük túllépni, de ha emellett a határainkat is elfelejtjük, az elég nagy probléma. És úgy tűnik, hogy most itt környékünkön
jó pár száz és jó pár ezer kilométeres rádiuszban egyaránt a korlátok megállapítása és a határok elfelejtése zajlik. Holott pont a fordítottjára lenne szükség, a korlátokon kellene túllépni, és a határokat megállapítani. És ehhez kellene egy olyan benső tudatminőség, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, mentes mindenféle ideától, berögződöttségtől, múltra, jelenre, jövőre szakítottságtól. Tehát egy olyan egységtudatról beszélek, amelyben tisztán látszik minden és mindenki, a belső, a külső, a magyar, a más, az európai és a más. És pontosan olyan módon cselekednénk, ahogy azt magunktól, mint embertől legigazabb módon elvárhatjuk. Tehát mit várunk el magunktól? Milyen módon cselekedjünk, viszonyuljunk a másik emberhez? És ez a fajta belső imperatívus az, ami a korábban említett szellemileg kreatív, felelősségvállaló magatartást feltételezi, és ha megnézed, a mostani információ zuhatagban és a különböző imperatívuszok áradatában pontosan ez kezd eltűnni, és ezért idegenednek el az emberek saját maguktól, az élettől, a másik embertől, mert úgy érzik, hogy mindenki, magunkat is beleértve, csak egy termék, egy jó kis gazdaságos termék. Egy haszon és hatékonyság központú társadalomban nem is valaki, hanem inkább valami, egy hatalmas gépezetnek a része, ahol olyan kompromisszumokat kell kötni, amelyből igazából jól kijönni nem lehet. Úgyhogy ahhoz, hogy ez az út, ez oda vezessen, ahova te szeretnéd, ahova mint ember el akarsz jutni, hogy amikor visszanézel az életedre, azt mondd, hogy ezt megérte így leélni. Ahhoz egy olyasféle belső szellemi önállóság kell, amelyet nem lehet készen kapni. Ezt belül meg kell szerezni, meg kell tapasztalni. És ehhez a meditáció útja az egyik ilyen lehetőség, ránézel, főleg válsághelyzetben magadra, hogy ez a döntés honnan jött, és hová megy. Miért ezt mondtam? Miért ezt tettem? Miért érzek így? Miért gondolkodom így? És ekkor az ember rájön, hogy van-e a személyiségében egy csomó felfedezetlen rész, van a világban egy csomó ismeretlen dolog, ismeretlen terület. És ezeknek az ismerete, meglátása nélkül nem lehet teljes életet élni. Innentől kezdve az ember egy felelős, sőt szabadságkereső útra lép, a kettő feltételezi egymást. Általában itt nyugaton olyan szabadságot keresünk, most már keleten is egyre inkább, amelyen lehetőleg ne párosuljon felelősségtudat. Ez az infantilis, gyerekes, azt csinálok, amit akarok kezdetű szabadság, és ebből semmi más nem lesz, csak nagyon múló örömhalmaz, aztán hirtelen átcsap kudarcba és frusztrációba, aztán dűbe. És így a vágyból előbb-utóbb dű lesz. Ezt nagyon könnyű most észrevenni itt a környezetünkben, hogy a vágy és a dű az hogyan függ össze. Valójában mit szeretnénk? Valójában miért és kiért vállalunk felelősséget? Hiszen ha megnézed, a felelősségvállalás területe az, ahol te elsajátítasz valamit, ahol te mestere lehetsz valaminek, ahol te gazdája lehetsz valaminek, és a segítője lehetsz valakinek. És ekkor a felelősség mellé bejön a szabadság, hiszen akkor rendelkezel, akkor tudsz dönteni, ha szabad vagy, szabad pedig csak akkor vagy, hogyha felelősséget is vállalsz. Na most ezeknek az összefüggését nagyon ritkán szoktuk úgy meglátni, hogy abból egy önzetlen segítség vagy átható együttérzés szülessék, és ez ismétlem inkább akkor érhető el, ha már magunkat eléggé megdolgoztuk, felfedeztük, és megláttuk önmagunk árnyas, árnyékos, sötét oldalát, amely azért volt árnyas, árnyékos és sötét, mert eddig nem voltunk hajlandóak ránézni. És nem voltunk hajlandóak azt művelni, mert hogy az nem én vagyok. Az biztos, hogy itt valami tévedés van, ez nem is az én gondolatom, nem is az én érzelmem. Én ezt nem is csináltam, nem is mondtam soha. Pedig ott van a lélekben, mint emlék. Csak nem vagyok hajlandó tudni róla. Nem vagyok hajlandó meglátni. Ez a látás, szanszkritul vidya, az, amely szabadító erővel bír. Ha megláttad, akkor le tudsz választódni róla, megszüntetheted a hamis azonosulásodat, és végre felelősséget vállalhatsz azért, amit te teremtettél.
amit te mondtál, tettél, éreztél és gondoltál. És ez a felelősségvállalás az, ami kreatív, teremtő és így szabad pozícióba hozhat el téged, bűntudat, egyéb komplexusok és különböző egyéb felesleges dolgok nélkül. Úgyhogy ez azért fontos, mert hogyha magunkban nem végezzük el ezt a munkát, a tudat tisztítását, a lélek megnemesítését, az értékek meghatározását, akkor pusztán külső hatásoknak engedelmeskedve reaktívan élünk. Reagálsz valamire, amit hallottál a tévében, vagy a szomszédasszony elmondta, vagy a bódba megláttad az árcédulán. Tehát csak reagálunk, tehát reaktív életünk van, és a reaktív élet az mindig jóra és rosszra szét van szakítva. Tehát, hogyha tartózkodsz ettől a reaktív tudattól, és visszalépsz egy kicsit a gondolkodás és az érzelemformálás elé, a dualitások elé, akkor tudsz proaktív életet élni, teremtő életet élni, csak hát ez egyedül nem megy. Még családi szinten sem, nemhogy társadalmi szinten. Minél széttagoltabb egy társadalom, annál inkább elveszti a szabadságát. Minél összeforrottabb egy társadalom, annál inkább megtalálja a felelősség mellé a szabadság tudatát is. Tehát ahhoz, hogy egy társadalom igazából felnőjön, ahhoz egy közös felelősségvállalás kell, az adott morális és etikai kódex szerint, amivel ugye nagy részünk egyetért, hiszen azért van törvényben. Na most, ha megnézed, akkor ezen a szinten a jogfilozófia, jogalkotás, jogértelmezés, jogalkalmazás négyes alakulata, az nem rezdül ugyanazon a frekvencián. Nagyon más gondolkodásmód érvényesül a jogalkotásban és a jogértelmezésben. A jogértelmezésben és a jogalkalmazásban, nem beszélve a jogfilozófiáról, amely hát sokkal elvontabb sem, hogy ide hozzuk. A jogfilozófia nagyjából azzal foglalkozik, hogy mi az ember, és mi a világ, és mi a csoport, és ezeknek az összefüggése, hogy ez alapján jogilag rendezzem a viszonyokat, az alá és fölé rendeltséget, a birtokot, és az elvonást, és a többi. Úgyhogy minél széttagoltabb ez a négy terület, annál dezintegráltabb és szétesettebb egy társadalom, és minél inkább összehozod ezt a négyet, és egy sófra jár, egy ugyanazon gondolkodásmód szerint, de közösen megalkotva működik, annál szabadabb, annál felelősségteljesebb, annál inkább értékhordozó egy társadalom, mert nincsen szétesve, nincsen széttagolva, nincsen megosztva. Úgyhogy ennyit szerettem volna bevezetőnek elmondani, és most várnám a tisztelt hallgatóság kérdéseit bármire vonatkozólag, ami elhangzott arra is, ami nem hangzott el arra is. Ha még nincs, akkor elmondok egy történetet, ami nagyon érdekes, egy koreai szerzetesnek a története. Ez a történet Hyobong Sunimról fog szólni, és ő a japán gyarmatbirodalom idején lett szerzetes Koreában. Ő bíró volt korábban, és nagyon-nagyon bölcs bíró hírében állt, és nagyon sokan keresték a tanácsát, ugye peren kívül is. És amikor a japánok elfoglalták Koreát 1911-ben, akkor fokozatosan az egész rendszert ugye annektálták és japán befolyás alá helyezték, és ebből az első az igazságszolgáltatás volt. Hyobong Sunimnak olyan törvényeket tettek elő, amit az állítólagos parlament elfogadott, Koreák ezreinek a kivégzését jelentette volna. És ő nem véleményezte a törvényeket, mert a japán gyarmatbirodalom alatt a japánok által törvénybe iktatott ugye, joganyagot, azt nem lehetett negatív véleménnyel illetni. Erről is megismerszik egy diktatúra. Úgyhogy fölállt, azt mondja, sem végrehajtani nem tudom, sem megváltoztatni nem tudom, ezért fölállok, és elmegyek szerzetesnek azért, hogy a lelkemben keressem meg azt az utat, amely nem függ attól, hogy egy törvénytest milyen. Hogy az emberek által hozott relatív törvények milyenek. Vissza akarok térni az univerzum eredeti törvényeihez, hogy a víz lefelé folyik, és a felhők felszállnak az égbe. És nem foglalkozni azzal a tragédiával és szenvedés tömeggel, de csak egy ideig, amelyek között én nem tudok élni. És amikor szerzetes lett, akkor nem tudta, hogy ő belőle zenmester lesz, de az lett. És utána egy olyan szögből közelítette meg a valóságot, és olyan úton tanította az embereket, amelyek már nem fügtek ezektől a törvényektől, nem fügtek a jogrend négy oszlopának az összefüggésétől vagy széttartásától, és főleg nem múltak olyan dolgokon, amelyekkel Hyobong Sunim ne értett volna mélyen egyet.
Úgyhogy az mindenkinek a saját maga dolga, hogy a lelkének az igaz útját megtalálja. Hogy a felébredés a saját tapasztalata legyen. Hogy a szellemi önállósága meglegyen. Ez mindenkinek az önerőből vállalt feladata lehet, de ezzel nem lenne egyedül, hiszen ezt nagyon sokan csinálják, relatíve sokan ahhoz képest, hogy mennyire nem népszerű. És nagyon sokan nem látjuk be, hogy ez munka. Tehát itt nincs tehetség, itt munka van. A tehetsége mindenkinek az alaptermészete, az emberi természete, hogy elérhetjük a megvilágosodást, elérhetjük a felébredést, ezt hívjuk Buddha természetnek. Itt mindenki ős tehetség. Mindenki. Most már csak a karmát kell az ős tehetség gyémántjáról szépen lecsiszolni, és akkor eredeti fényében meg tud mutatkozni. Úgyhogy csak a karmánkkal kell valamit kezdeni, azzal a sorssal, amit nem látunk át, és ezért sors, és nem út. Ha átlátod és te döntesz, akkor az az utad. Ha valaki helyetted dönt, vagy te átláthatatlanul döntesz, akkor az a sors. Úgyhogy mit szeretnél? Az úton járni, vagy a sorsnak engedelmeskedni? A zenben a karmával háromféle módon foglalkozunk alapvetően, ami a meditációs technikákat illeti. Az egyik a leborulás. A leborulás az nagyjából a fizikumon, a testen keresztül végzett meditáció, amikor a Buddha vagy egy bodhisattva előtt borul le az ember. Ez azt jelenti, hogy azt a tudati principiumot vagy aspektust, amit a Buddha jelent, jelen esetben a megvilágosodást, azt följebb emeli magánál, az egyébként is nagyon-nagyon pinduri, kicsi, infinitezimális egoitásánál. Amikor ezt az ember elkezdi gyakorolni, akkor azt látják kívülről, hogy ő egy szobor előtt leboruló gyakorlatokat végez, és nem tudják elképzelni, hogy mi baja, hogy ezt miért csinálja. Onnantól kezdve, hogy az ember belül tapasztal, megváltozik az energiállapot, megváltozik a tudatállapot, meg tud szabadulni a kényszereitől, komplexusaitól, illúzióitól. Onnantól kezdve a leborulásnak benső értelme lesz, és nem egy külső imádatnak fog az kinézni. Tiszteletet azt szerintem lehet adni, és kell is. Itt ilyen külső imádatról nincs szó. Itt arról szól a dolog, hogy ami előtt leborulsz, azzá válsz. Buddha előtt leborulsz, sokszor Buddhává válsz. Őt emeled magad fölé. Az éneklő meditáció főleg a beszéddel dolgozik, az énekkel. És hogyha a leborulást ahhoz hasonlítom, hogy mondjuk megtörjük a vastag jeget, akkor az éneklés olyan, hogy ezt a tört jeges vizet felmelegítem. Forráspontig hevítem. Az éneklés fantasztikus, mert törli a tudatból a zajt, a léleknek a széttagoltságát megszünteti, a lényt, a szemét fókuszálja, és pozitív tartalmakat hoz a tudatba. És ezek a pozitív tartalmak, ezek aztán vezérelnek. Vezérelnek, hiszen megmondod magadnak, hogy Buddhává válsz, bodhiszattvává válsz, az együttérzés és a bölcsesség a fontos. Azt akarom, hogy a beszéd, a cselekvés, az érzelem és a gondolat egy irányba tartson. Hogy fontos a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága. Ezeket mind az ember maga előtt tudatosítja napjában többször. Ez az éneklés. Ez törli azt az elképesztő mennyiségű zajt, véleményt, felesleges, duális, nullára és egyre szakított állapotot, amely az emberben van. És minél több információt halmozol fel és nem dolgozott föl, annál több van. Úgyhogy hogy dolgozott föl azt az elképesztő adatmennyiséget, ami benned ott emésztetlenül keresi gazdáját? Az éneklés az egyik nagyon-nagyon jó módszer, tehát mantra gyakorlatokról, szutra recitálásról van szó. A harmadik a meditáció, az a fajta meditáció, amikor ugye ülünk, ez az, amikor a szél elfújja a fellegeket. Tehát a forrásban lévő víz gőzzé válik, és a szél elfújja ezeket a fellegeket. Az ülő meditációnak is nagyon sokféle változata van, de egyben megegyezik mindegyik, van egy nem mozduló test, nem mozduló beszéd, és nem mozduló tudat, és ez a cél. Ezért látod azt, hogy nagyon szilárdan ülnek és nem mozdulnak. Amikor az ülő meditációt így gyakorlod, akkor ez olyan, mint egy széf, aminek a hármas zárját kinyitod. Nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat, kinyílik ez a széfajtó, és nem találsz benne semmit, csak eltűnik a széf maga, a doboz maga. Tehát eltűnik az énségnek az a vaskemény határa, amit te addig megéltél, mint ten magadnak, semmiféle olyan én határ nem marad, amely mögé bebújhatnál, vagy amely mögül másokra lőhetnél. Amit mások megsérthetnének,
amivel téged összetéveszthetnének. Azért érdekes ez, mert a nyugatiak általában az ülő meditációval szeretnék ezt mind lebonyolítani. Ez körülbelül olyan értékű, minthogyha erős trópusi szél elkezdené fújni a több millió tonnás jéghegyet. Fújhatja. Jó darabig, nem fog történni semmi. Nagyon fontos a helyes módszer, és a helyes módszert azt a hagyományok, hagyományvonalak közvetítik, és az a fontos, hogyha gyakorolni szeretnél, akkor találj egy olyan hagyományvonalat, ahova be tudsz csatlakozni, teljesen önkéntes alapon. Egy korrekt hagyomány nem fog neked ígérni semmit, nem fog semmitől se megfélemlíteni, nem fog hamis reményeket kelteni, hanem egy utat mutat, egy praxist ad, egy tapasztalati ösvényt ajánl föl ahhoz, hogy te saját magadat és így a világot megismerd. Amit magad elől eltakarsz, azt a világ is benned támadni fogja. Ha állandóan hazudsz magadnak, akkor a világ is hazudni fog neked. Tehát azért fontos az önmegismerés, mert ezzel bontjuk le azokat a falakat, ezzel nyitjuk meg azokat a kapukat, amelyeken keresztül valódi, autentikus emberi kapcsolatokat tudunk kiépíteni, kvázi egyé válunk a világgal. A konfucianizmus ugyan nagyon függ a meghatározott emberi viszonyoktól, tehát azokat részesíti előnyben, és az a fókusztárgya. A taoizmus és a buddhizmus viszont nagyon-nagyon fluid, nagyon relatív, de nagyon tiszta irányzatot honosít meg, és a taoban az ösvény, a természet megismerése a cél, a buddhizmusban a megvilágosodás, a felébredés és az énség, mint egoitás nem létezésének a belátása. Ehhez az írások ugyan adhatnak segítséget, de tapasztalati alapú az ösvény. Csak tapasztalással érvényes. A tapasztalatok alapján írják meg a következő szútrát. A tapasztalatok alapján fejlődik ki a következő nemzedék. Ez azért fontos, mert mindaddig, amíg a nyugati gondolkodásmódot nagyjából 150 évvel ezelőttől nem importálták Ázsiába, míg Ázsia teljesen másképp működött, mint Európa vagy Amerika. Mi magunk kovácsoljuk a sorsunkat, mint földrész, mint ország, mint társadalom, mint régió, mint család, mint párok, mint egyének. Mennyire vagyunk ennek tudatában? Mennyire vesszük kezünkbe a sorsunkat, és mennyire vállalunk felelősséget magunkért, és ezen keresztül egymásért. Azt gondolom, hogy ha meg akarjuk haladni az eddigi mintázatainkat, berögződöttségeinket, ragaszkodásainkat, ha meg akarjuk haladni az eddigi paradigmáinkat gondolatban, érzelemben, akkor arra a tapasztalati alapú út, az, amely befelé tekint, nagyon alkalmas. Az elmúlt 2000 évben itt nyugaton állandóan fölfelé, illetve kifelé projektáltunk dolgokat, a teremtéstől kezdve az ember létmódjáig minden kívülről jött. Ami pedig bennünk van, mint egyén, mint személy, az sose volt letisztázva. Elég az elmúlt 60 év pszichológiai elméleteit megnézni, nagyjából Bécs környékéről, ez a Freud, Jung, Adler, és utána pedig ami jött még ezen kívül, mint a legyező így szét a nyugati világban, különböző pszichológiai elméletek. Mindegyik szilárd személyiséggel számol, de a személyiség működése, képe, beállítódása mindegyiknél más. Hogy pontosan mik vagyunk mi emberek. És ezért mondom, hogy elsődleges szerepet adnék a nem ideológikus és nem elméleti alapú utaknak, ahol eszközöket kapsz arra, hogy magadba tekints, és világosan, kétségtelenül megismerd, hogy ki vagy te. Valójában mit hordozol, mint ember? Miért? Ha nem ismered meg, akkor az élet fordulópontjain, válsághelyzeteiben alulmaradsz magaddal szemben. És ha alulmaradsz, akkor a világgal szemben is előbb-utóbb alulmaradsz. Tehát meg kell ismernünk magunkat oly mértékben, hogy egy komoly döntéshelyzetben, válsághelyzetben, amikor igazából szükség van a mi emberségünkre és értékeinkre, akkor ismerjük azokat, és elég erősek legyenek, hogy számítani, támaszkodni lehessen rájuk. Ott lehet kezdeni, hogy az ember a saját házi feladatát elvégzi, és nem a külvilágról alkot véleményt,
főleg nem a másik emberről alkot véleményt, hanem a saját benső kis szobáját takarítja ki, megtalálja a ki nem nyitott ajtókhoz a kulcsot, és ez a kulcs, hogy a meditációs praxis egy újabb állomását említsem, ez a zenben az az intuitív ugye, gyakorlat, amit koan gyakorlatnak hívunk, egy olyasféle kérdés-válasz módszer, ahol láthatóan irracionális vagy logikusan nem megoldható feladatokat kapsz, amiket csak egy osztatlan, tiszta, intuitív tudattal lehet megoldani. És ez az a kulcs, amivel a saját megoldatlanságaidat megoldod, azokat a szobákat, amelyeket eddig nem láttál a személyiségedben, kinyitod, és így nem csak magadat ismered meg jobban, hanem a másik embert is. Magunkban változunk, akkor változik a körülöttünk lévő világ is. Pontosan. Ugye? Ha nem változol, a világ sem változik, ha változol, a világ is változik. És erre kéne ráébrednie mindenkinek igazából. Sőt, ennek a törvényszerűségeire is, hogy te mit változtál ahhoz, hogy a világ azt hozza neked, vagy azt vegye el, amit. Nagyon fájdalmas tud lenni ez az önvizsgálat. Az. És nagyon nehéz vele szembenézni és elismerni azt, hogy hát nem az vagyok, akinek innentig gondoltam. Mitől fáj? Az igazság, az fáj. Nem az igazság fáj, hidd el, hanem az igazság fölötti ítélet, az fáj. A magad fölött hozott ítélet, az fáj. Végre megláttad, hogy valójában mitől mondtad azt, amit mondtál. Mi az, ami benned azt a gondolatot keltette? Mi volt a cselekedeted indító oka? Ez, mint igazság, nem kell, hogy fájjon. De ítéletet mondasz magad fölött azért, mert addig azt nem láttad, mert ahelyett követtél valami mást. Nagyon nehéz tartózkodni az ítéletalkotástól, hogy az egyik jobb, mint a másik. Az en azt tanítja, hogy az irányvétel az minden, a szándék, a motiváció, az irányvétel az, az, ami számít. Tehát ne ítélj magad fölött, hogy tegnap te rosszabb voltál, mint ma, és holnap jobb leszel, mint ma. Hanem változtatok az irányzékon. Már nem azt szeretném elérni, mint tegnap, és holnap is esetleg más lesz. Próbálom az értékeket letisztázni. Próbálom az élet irányát egyszerűen, világosan megélni. És innentől kezdve nem kell, hogy fájjon az igazság. Sőt, az igazság szabadító is lehet. Az igazság egy fantasztikus meglepetés is lehet. Attól függ, hogy a karmádhoz és az önképed különböző változataihoz hogyan viszonyulsz. Oké? Okay? Igen, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Sokszor szembe jön velem az a dolog, hogy a hála, az öröm, a derű, ezeket éljük meg belülről, mint forrás. Ha az ember a világgal egységben él, és az önképe letisztul, akkor ez a derű, ez ott van, hiszen nem az illúziók futóhomokján, hanem a realitás szikláján tud állni. Ez lett a derűnek az oka. De egy öncélú örömben, egy öncélú boldogságban az ember nagyon hamar kimerül. Tehát a boldogsághoz legalább két ember kell, vagy egy ember és egy kutya. Tehát attól függ, hogy mit szeretnél. Az öncélú boldogság az nagyon-nagyon rövid életű. Más, mint emberek, akkor is társas lények vagyunk, hogyha valaki mondjuk barlanglakó vagy aszkéta szeretne lenni. Még ő is társas lény, mert van neki egy kaktusza ott az ajtó mellett. És azt évente egyszer megöntözi. Tehát a legnagyobb taoista remeték a természetet teljes egységben éltek, és a fák és a különböző virágok voltak a barátai. Úgyhogy ebben a világban mi társasan élünk, akár tetszik, akár nem. Van, aki úgy, hogy magányosan, és csak a látszólag élettelen környezet az ő megtartója, és van, aki kevesebb vagy több ember között. Úgyhogy az öröm és a boldogság is ebben a környezetben fogalmazódik meg, és jön létre. Igazából az a magas rendű, amikor egy másik ember boldogságen keresztül tapasztalod meg a sajátodat, úgy, hogy nem vagy kapcsolatfüggő. És a kettőt így szétválasztani, és ennek a paradoxonnak a húzásában élni, azért az egy nagy kihívás, hogy elvárás nélkül adni, és nem függ az én boldogságom az övétől, de az övétől valósul meg az enyém. Ezek olyan paradoxonok, amiket ne akar logikus szerkezetbe foglalni, mert szét fog pattani tőle a homloklebenyed mindenki. A nyugat kb. 100-110 éve jutott el a relativitásnak addig a
nézetéig, vagy tapasztalatáig, hogy gyakorlatilag minden, amit látsz térben és időben, az relatív. Tehát már minden kiürült, mint abszolút. És a világ, mint relatív jelenségek összessége, az keleten, főleg a buddhizmus keretein belül, hát ezt 2500 éve tudjuk, hogy minden keletkezett jelenség az feltételektől függ. Tehát relatív és nem abszolút. Keletkezik és megszűnik. Megjelenik és elmúlik. Ez a relativitás. Az abszolút az az, ami nem keletkezik és nem tűnik el, nem jó és nem rossz, nem magas és nem alacsony, nem jellemző rá semmiféle dualisztikus kategória, még a megjelenés és eltűnés, a keletkezés és az elmúlás sem. És az az érdekes, az emberben ez a tapasztalási lehetőség megvan, hogy tapasztaljon valamit itt és most, ebben a pillanatban, amely mentes élettől és haláltól, amely egyszerű és tiszta, amelynek a tükrében látjuk örömünket, bánatunkat, boldogságunkat és szomorúságunkat. Ez az a tapasztalat, ami mindenkinek a lehetőségei között ott van. Úgyhogy ha örülsz, akkor kivel együtt örülsz? Ha boldog vagy, akkor kikkel együtt vagy boldog? Egyéb kérdés? Én egy személyes és gyakorlati kérdést szeretnék feltenni. Említetted a háromféle gyakorlatot, a leborulást, a mantrát és a meditációt. Én ugye az elsőt, a leborulást, azt nem tudom fizikai okokból csinálni. Korábban csináltam, és volt annak egy energetikája, ami most úgy hiányzik. Az a mozdulat, ez a felemelni valamit, és leborulni előtte. Ezt hogyan tudom mással helyettesíteni? Nem tudod. És akkor ilyenkor ez hiányérzet marad? Vagy ezt hogyan tudom letenni akkor, hogy ez ne hiányzik? Ne ragaszkodj a leboruláshoz, mint módszerhez. Tehát az, hogy te magadat nagyon picivé le, és a Buddhát nagyon magasra föl, ezt ugyanúgy mantrával el tudod érni, de abban nincs benne az a fizikai mozdulat. És ezzel számot kell vetni. Nagyon sok zengyakorlónak van így középkora után olyan térsérülése, hogy nem tud naponta több száz leborulást elvégezni. Esetleg pár tucatot az énekek alatt. Tehát azt kell csinálni, hogy az énekek alatti leborulás, amiket tudsz csinálni, az helyettesítse azt, amit 180-ként szeretnél. Tehát nagyon minőségorientált, nagyon fókuszált, nagyon világos leborulást kell tenni. Miért? Mert nincs sok lehetőség. A test nem bírja. Naponta akár csak egy leborulás, de az legyen 100%-os. És akkor meglátod, hogy nem mennyiség függő, hanem minőség függő lesz. De helyettesíteni nem lehet. Én ehhez kapcsolódóan szeretnék kérdezni, hogyha annyira tiszta a tudatunk, akkor ebben a pillanatban most képes-e meggyógyítani a testet? Mennyire beteg a test? Attól függ. Persze. Köszönöm szépen. És a tiszta tudat minőségétől is. Tehát amikor a tudat egységes, tartózkodik a gondolkodástól, nem esik szét dualitásokra, tartózkodik a szélsőséges érzelmektől, nem aprózódik föl, nem robban, nincs explózió vagy implózió, akkor képes vagy a tudat letisztítására és a test részleges öngyógyítására. Vigyázzunk, az ilyen öngyógyító mágus kurzus az egy másik sátor, az nem ez a sátor, jó? De nem lehet az ilyesféle mellékhatások mellett elmenni, mert hogyha egy intenzív és világos, tiszta, egyszerű tantien köldökcsakra gyakorlatot folytatsz, ami egyébként a zen, mint ülő meditáció sajátja, akkor világos és egyértelmű, hogy a testnek azok a problémái, amelyek energiahiányból származtak, amelyek a tudatnak egy kicsit a begörcsöléséből, a különböző érzelmi komplexusokból származtak, mivel ezek oldódnak, a testi hibák, problémák, betegségek is, ezek is meggyógyulnak egy bizonyos fokig. És időlegesen. Igen. Amíg az energia tart. Amíg finanszírozod. Mihelyt az energiaszint lemegy, újra elkezd fájni. És ez azért fontos, mert hogyha megnézed az ember és a világ energetikáját így együtt, a koreaiak nem gyártottak ilyen sokképletes, nagyon bonyolult, könyvbe kiadható elméleteket. Ők elmondták, hogy az ember és a világ hogyan függ össze.
Amikor mi megszületünk, mint ember, mindenkiben van egy bizonyos energiamennyiség. Ez az úgynevezett Won-gi, eredeti energia. Ez a gi koreaiul, ez kínaiul chi, vagy szanszkritul prána, hogyha ezt valaki így jobban ismeri. Ez az eredeti energia megmutatkozik abban, hogy milyen tudatossággal, lélekkel bírsz, és milyen kinetikus energiával. Tehát fizikai és lelki energiában egyszerre. Egy gyereknél hol van mondjuk a sírás küszöb? Ez minden gyereknél más. Hol van a pánik küszöb, hol van az öröm küszöb, hol van a mozgás küszöb, az alvás küszöb, ezek mind-mind attól függenek, hogy ennek a kis eredeti energiának milyen információtartalma van, tehát a lélek hogyan működik. Ugyanez a testre, van olyan gyerek, aki nagyon-nagyon gyorsan mozog, van, aki nagyon lassan, van, aki nagyon türelmes, másik türelmetlen, de már 2 hónapos korában türelmetlen, és így hol van az anya teljére? És a másik része, az pedig a világ. A világ az az úgynevezett D-gi, nagy energia, amitől van ez a háromdimenziós tér, egydimenziós idő, amitől ez az üvegpohár szilárd, amitől a fotonok jönnek ki a fénycsőből, és a többi. Tehát amit a nyugati fizika a 4 kölcsönhatás, most már 3 kölcsönhatás, mert gyengét meg az elektromágneses sikerült egyeztetni. Tehát ezeknek a tükrében szeretne leírni, de a gravitikus még nem tudta behelyezni a paradigmába. Ezért nincs nagy egyesített elmélet, és ez a bizonyos D-gi, ez az, ami a Won-gi-vel, ami eredeti energiánkkal kapcsolódhat. Hogyan? A harmadik típus energia az az úgynevezett Kong-gi, üres energia, ez a légzés. Tehát amikor te gyakorolsz bármiféle szellemi utat, meditációt, akkor a légzésedet figyeled. De miért? Mert ez az energia kapcsolata te bensőd és a külvilág között. Akármilyen meditációs iskolába mész, kínai kultúrkör, indiai kultúrkör, északi átadás, déli átadás, teljesen mindegy. Alapdolog, hogy figyeled a lélegzetedet. Azért figyeled a lélegzetedet, hogy itt légy a test, és a lélek együtt legyen, a külső és a belső egyé váljon. Világos, hogy ehhez még mentális technika, mint mantra, vagy a nagy kérdés, vagy a hangok felfogás, ezek még kellenek. De amikor a Won-gi és a D-gi egyé válik, mert a Kong-gi, a lélegzet tudatos, azt hívják Hapkinek, egyesített, harmonizált energiának, ez japánul Aiki vagy Aikido. Koreaiul Hapkido, amikor ugye a harcművészet lett belőle. De a do önmagában csak utat jelent. De azért fontos, mert ezzel az egyesített energiával tudott például a szervezet energiaszintjét olyan magasra emelni, hogy a hulladékvas a kemencében egy ilyen gyönyörű cseppfolyós fémmé válik. Tehát az összes olyan gondolat, meg érzem, ami addig szilárd volt, fel tud oldódni, és abból a forma előtti energiállapotból tudsz újat indítani. Ebből tudod magad újra teremteni, mint személyiség, és részben, mint fizikum, mert akik sokáig csinálják ezt a meditációt, azok észreveszik, hogy például bőrproblémák, fájdalmak, belső szervek, immunrendszer, látás, hallás, ezek mind megváltoznak. És azért, mert a szervezet energiaszintje megemelkedik, a tudat egyé válik, letisztul, és így ebben az energetikailag megemelkedett állapotban képes az öntisztulásra és az öngyógyításra adott határokon belül. És hogyha ezeket így mindig hozzáteszem, akkor nem ígérek valamit, amit te nem tudsz magadnak betartani. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Hogyan tudom az energiaszintemet emelni? Úgyhogy nem gondolkodjuk szét magunkat, úgyhogy nem esünk szét a múlt, a jelen és a jövő hármasságára, úgyhogy nem táplálunk dualisztikus érzelmeket, és ezt mind az ebben a pillanatban való tiszta jelenléttel tudjuk megvalósítani. Tehát amikor azt hallod a zen, meg a különböző egyéb ilyen irányzatokat, hogy légy itt és légy most. Ez ilyen nagyon érdekes és nagyon misztikus dolognak hangzik, de ez egy egyszerű technikai utasítás, körülbelül ahhoz hasonlít, hogy ha te szeretnél ezzel az autóval elmenni, akkor hozd el a sluskulcsot, tedd bele a gyújtás kapcsolóba, és fordítsd el úgy, hogy az beinduljon. És akkor az az autó, az mozgásképes, ha van benne üzemanyag, és egyébként műszakilag megfelelő állapotban van. Tehát ez körülbelül ennyire egyszerű. Ha a jelenlét sluszkulcsa nincs az életed járművében, nem tudsz vele menni.
mert szétestél a múltra, meg a jövőre, meg a jelenre, a jóra és a rosszra, az állandó érzelmi hánytorgásra, az ítéletalkotásra, stb. Tehát ha ezeket a tendenciákat te meghaladod, a gyökerükben megfogod, akkor egy olyan állapotba jutsz, amikor még nem osztottad szét a köldökcsakra energiáját érzelmekre, beszédre, gondolatra, sőt látásra, hallásra, szaglásra, ízlelésre, tapintásra, és hogyha nem osztod meg a tudatot, akkor az egy. Ha egy, akkor erős. Nagyon-nagyon ritkán sikerül. Ezért gyakorlunk érte jó sokat. De ha gyakorolsz, akkor sikerül. Ez a jó hír. Rossz hír meg nincs, csak csinálni kell. Jó. Ha már a gyakorlásra lett említve, hogy ez feltétlenül szükséges egy tanácsadó, egy iránymutató ember, vagy viszonylag egyszerűen lehet ezt egyedül otthon is az utat találni, hogy mi a jó, helyes irány? Az én tapasztalatom szerint jó, hogyha az ember a hagyomány hármasságában gondolkodik, tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasságában. Természetesen el lehet kezdeni saját magunk egy könyv olvasásával és odahaza is, de ennek nagyon-nagyon rövid távú érvényessége van. Miért? Ha jól csinálja az ember, és úgy megy a meditáció, akkor az lesz a baj. Ugyanis megerősödnek a véleményeim. Megerősödnek a nézeteim, mert nincs egy olyan környezet, amelyik, mint a krumplik mosás közben a vajlingban, így ledörgölnék egymásról a héját, vagy a sarat, vagy egyebet. Továbbá nincs tanító, aki a botjával ott a kolompérokat kevergetné a vízben. Természetesen, ha kísérletező kedvű ember, az nyugodtan elkezdhet gyakorolni, hát senki nem tiltja, miért ne? Én csak hangsúlyozom, hogy ennek nagyon rövid, vagy max középtávú eredményessége lehet, mert előbb-utóbb ahhoz, hogy te tovább tudj lépni, és ne csak a technikát gyakorolt, hanem meghalad önmagadat, ahhoz kell egy tanító, aki jobban ismer téged, mint te saját magad. Egy olyan tanítás, amely túlmutat azon, amit eddig megismertél, és egy olyan gyakorló közösség, ahol nagyobb tapasztalata van a közösségnek, mint te saját magadnak. Ezek hasznosak. Ezt általában az ember itt nyugaton el akarja felejteni, hogy majd én. De pont ez az énség az, amit mások segítsége nélkül nem tud feloldani. Pont ez az énség az, ami a haladás útjában áll, egyben a haladást akarja. Igen, csak néha nehéz tanítót találni, illetőleg nem tudja sokszor az ember, hogy hova forduljon, hol keressen. Nyugodtan nézz körül, és nézd meg azt, hogy mely tanítóban bízol, mely tanítást hiszel el így első blikre, és mely tanítványi közösség az, ahova úgy tűnik, hogy be tudsz illeszkedni. És ne restelje az ember azt mondani, hogy hát ez nem jött be. Viszont azt nagyon meg szeretném köszönni, amit most az utóbbi egy órában mondtam, mert tökéletesen összefoglalt az utóbbi egy évemet, ami most az utóbbi kicsivel több mint egy évben történt velem. Éppen most készülök harmadszorra összeroppantani az életemet, és nulláról teljesen újra kezdeni mindent. Wow, gratulálok. Ebben a hónapban, úgyhogy, és pontosan ezekre a következtetésekre jutottam, és nagyon rengeteget formált rajtam a gondolkodásomon, és a világlátásomon ezek a mondjuk próbatételnek. Ha ezeket nem pusztán magadért vállalod be, akkor ezek nagyon nemes újrakezdések, ez biztos. Szóval igazából az első kettő az a családomról szólt, most a harmadik szól jobbára rólam, 50%-ban csak rólam az első kettő. Azt csak gondoltam, hogy csak részben rólad, vagy csak rövid ideig rólad, aztán elkerülhetetlenül több ember részese lesz ennek az újrakezdésnek, mert ezek így működnek. Vannak rá kilátások, úgy nézem egyelőre. Úgyhogy, de viszont tényleg rengeteget, tehát ezek rengeteg önismeretet tudnak adni, ezek a törések, az újrakezdések igazából, és igen, ahogy édesanyám is mondta, hogy igazából igen, fáj egy kicsit meglátni magamat, hogy viselkedek adott szituációkban, de valahol megtisztító is, hogy igen, így viselkedtem, fölvállalom, hogy sokszor csúnyán viselkedtem, sokszor nem megfelelően szóltam, de igen, az is én voltam. A letisztulás után az ember még mit vesz magára? Tehát az ember egy olyan érdekes állatfajta, hogy isteni dolog megtisztulni, és utána állatian jó meghemperegni újra. És szeretném a hempergést elkerülni egyelőre, és igyekszem a tisztább út felé, tisztább gondolkodás felé. Ez mind szép és jó, csak egyszer az ember megint csak úgy találja magát, hogy ebből a
nagyon szép irányból, különböző kompromisszumok által olyan elképesztő módon le tud térni, és amellett, hogy megmagyarázza magának, amellett nem szeretné, hogy ez így tovább folytatódjék. Ez azért érdekes ez a dolog, mert szerencsére nem vagyunk rendszerbe állítható lények. Nem vagyunk logikusak. Logikára képesek, rengeteg paradox érzelmet hordozó emberek, akaraterővel és intuícióval és elképesztő szaporodó, túlélő és birtokló ösztönnel megáldott lények vagyunk. Ha megnézed a létünk különböző középpontjait csak az egyénben, nincs soha teljes egyezés a gondolatok, az érzelmek, a beszéd, a cselekedet, az akarat, az intuitív látásmód között. Ezek fluktuálnak, ezek állandóan változnak. Ezeket folyamatos energiabefektetéssel állandóan közös nevezőre kell hozni. Egy adott térben kell látni. Újra le kell tisztulni, még akkor is, ha nem hemperegtél meg sehol. Az az igazi, amikor ezt nem magadért teszed. Tehát te is benne vagy a képben, mert egyébként kikövetné el ezeket a szép dolgokat, de nem magadért teszed, és akkor mások spontán a maguk szabad akaratából részesei lesznek annak a homeosztázisnak, amit te egyedül nem tudnál megtartani, hogy egyedül nem tudod gyakorolni a meghaladó bölcsesség útját. Úgy az életvitel szükségszerűen társasságot feltételez bármilyen formában. Az a tiszta reflexiós felület, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, az nem nélkülözhető. Különben egy olyan boldogságképünk alakulhat ki, hogy igen, láttam a boldogságot. Lágy volt, pejhes és másfél mázsa. Ilyen boldogság is lehet, de ezt szeretnénk? Igen, ezt egyébként tényleg megtapasztaltam, hogy annyi jót kaptam sok embertől, pontosan azért, mert próbáltam nekik segíteni, remélem tudtam is, viszont annyi jót és segítséget kaptam viszont, amivel könnyebben túl tudtam Ilyen szinten nézve, nagyon jó, amit mondasz, úgy érzem, hogy egy életlátásmód alakul itt ki. Ezt úgy hívjuk, hogy Dharma Bank. A Dharma az a törvény. Az a törvény, ami nem választható. Ami akkor is úgy van, ha látod, ha nem látod, ha szereted, ha nem szereted, ha gondolkodsz róla, ha nem gondolkodsz róla, akkor is úgy van. Ez a Dharma. Na most, ez a Dharma Bank, ez úgy működik, hogy nem tudod, hol van a fiók. Azt se tudod, hol van az ATM, de mindig van betét, meg kivét. Tehát segítesz valakinek, és ez a jót tett helyébe jót vágynak a bölcsessége, csak ne várjál, és ne is jót, hanem hasonló cselekedetet. Tehát amit te jónak gondolsz, és magadról, a cselekedeteidről azt hiszed, hogy az jó, az általában hamis. És nem látja az ember a valódi okozatot. Ezért van az, hogy de hát én jót akartam, én jót csináltam, akkor miért kaptam ezt? Miért történt ez velem? Azért, mert a saját magad ítéletalkotó tudata, amely a jóról és a rosszról egy hamis képet alkotott, elfedte az ok és okozat látását, hogy valójában te ezt csináltad, de magadnak azt mondtad, hogy mégsem. És akkor ezt az ember úgy visszakapja, ez az ok és okozat ciklusa. Emberi kapcsolatokra lefordítva, ha tényleg önzetlenül segítő módon viszonyulsz a világhoz, akkor ezt a legváratlanabb helyzetekben, és csak is akkor, amikor elképesztő módon szükséged van rá, látszólag véletlenül visszakapod. Arra szeretném egyébként tisztelettel kérni a hallgatóságot, hogy adományával támogassa a tevékenységünket. Nincs semmiféle állami vagy nagy szponzori támogatásunk, az van, amit összerakunk. És ez az elmúlt 15 éve így megy. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tehetségéhez, lehetőségéhez mérten támogassa ma is, holnap is az előadásainkat, tevékenységünket, életünket. Szeretném megköszönni ma este mindenkinek a gyönyörű, mosolygós jelenlétet, azt a részvételt, ami nélkül itt Kiskunhalason tényleg minek lennénk, de mindig valahogy vagyunk. És nagy szeretettel várok mindenkit a holnapi gyakorlatra, vagy Pestre, vagy a Pilisi templomunkba, hogy együtt gyakoroljunk, elérjük a tiszta tudatot, és megszabadítsuk magunkat és a világot a felesleges szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!